Szinegék és mezei verebek látogatták előszeretettel a Ludasi Látogatóközpont mögött kihelyezett etetőket, de egy fácán kakas is bátran szedegette a földre hullott napraforgót. Az etetők közelében madarászhálót helyeztek ki a Riparia Természetbarátok Egyesületének tagjai. Két kék cinege hamarosan hálóba is akadt. A Szabadkai megadja Dániel már 3 éve rendszeresen részt vesz az Egyesület madárgyűrűzési akcióin. Azonnal a cinegék kiszabadítására sietett, ugyanis a madarat mihamarabb meg kell vizsgálni, a gyűrűt fel kell helyezni a lábára, és az állatot mielőbb szabadon kell engedni. Elsőnek is tudunk táplálékot adni madaraknak, meg jobb... megismerjük azokat az élőlényeket, amiket idáig nem ismertünk. Szóval vannak olyan madarak, amiknek most és mai napig vagy kevesen tudják, vagy latinul is meg jobban meg tudjuk tanulni. Egy lengyel gyűrűvel ellátott madár is a hálóba került. A befogott madár gyűrűjén lévő számsor alapján nemzetközi viszonylatban is követhetők egy adatbázisban a madarak vándorlási útvonalai. Ennek a munkának, ennek a tudományos munkának az is a célja, hogy kiderítsük, minél többet tudjunk meg a madaraknak a különböző vonulási útvonalaikról, mivel úgy tudjuk őket hatékonyan megvédeni, hogyha megvédjük azokat a területeket, ahol ők élnek, ahol táplálkoznak, amiket vonulás közben használnak akár pihenőhelyként, úgyhogy, és nyilván ezekből az adatokból, ha mi itt meggyűrűzünk egy madarat, tehát rárakunk egy kis alumínium gyűrűt, aminek van egy számsor kódja, illetve jelöli, hogy melyik országból származik a madár. Az akció a Riparia ismert meg és véd meg madárvilág és védett területek elnevezésű projektjének része. Több megmozdulás mellett 2 hete például madárkarácsony tartottak. Az etetőknél azóta szén és kék cinegék, mezei verebek, zöldikék és megyvágók, sőt fakupáncs is rendszeres látogató. Azt hiszem, hogy mindenképpen fontos az, hogy minél jobban megismerjék a körülöttük lévő természetet, a természeti értékeket, hogy fölismerjék, hogy tudják, hogy egyáltalán mi az, amit óvnunk kell. Így aztán nyilván könnyebben állnak rá arra is, hogy természetvédelemmel foglalkozzanak, vagy csak magával az, hogy akár amatőr természetvédőként tevékenykedjenek. Hogyha nem ismerjük azt, hogy mit is kell igazán védeni, akkor nyilván nem is érezzük majd annak a hiányát, hogyha esetleg eltűnik körülöttünk ez a csodás természet. A szombati foglalkozáson mintegy 30 gyerek vett részt.